Vastag falak és új nyílászárók gondoskodnak a jó hőszigeteléstől a nyírcsahói hivatal épületében. A tetőszerkezet és az eres csatorna is a közelmúltban korszerűsödött, ahogy belső felújítás is történt. Három projekt átadóját tartották a napokban a Máté-Szalkához közeli településen. Korábbi polgármesteri hivatalunk melletti épületet, amely csak nem 90 éves múlttal rendelkezik, újítottuk fel, és amellett, hogy esztétikailag megújult, megszépült a településközpontunk, természetesen új funkciókat is lát el. Házasságkötőterem, nagyon szép házasságkötőtermünk lett, és a körzeti megbízott iroda továbbra is itt fog helyet kapni ebben az épületben. Gyakorlatilag minden település egy unikum, mármint hogy minden település maga egy különlegesség. Az összesen több mint 70 millió forintból megvalósult energetika és belső felújításra a topos forrás mellett a Magyar Falu program adott lehetőséget, melynek kormánybiztosa az átadón úgy fogalmazott, a programot maguk a falvak írják. Ennek érdekében folyamatosan konzultálnak a helyi vezetőkkel és közösségekkel. A program ráadásul rugalmas, igyekeznek azt az élethez igazítani. 2019-ben a települések maguk kérték, hogy látva, hogy a közmunkások elhelyezkednek nagy számon a munkaerőpiacon, és elfogynak a dolgos kezek a közterületek karbantartását illetően, ezért azt szerették volna a települések, hogy motorizálunk, és ezért aztán kínáltunk különböző erőgépeket, traktorokat, fűnyírókat, mellette falubuszokat, tanyabuszokat szerzünk be. Ma már az a települések probléma, hogy ellátottak kellően ezekkel az eszközökkel és gépjárműveket, de nem tudják, hol biztonságos módon tárolni ezeket az eszközöket vagy gépjárműveket, ezért egy gépszínpályázatot írtunk ki. A térség parlamenti képviselője azt emelte ki, összefogásra van szükség a fejlesztésekhez. Az állag megóvás, illetve a funkció kialakítás, vagy más esetben a járda, vagy az úttestnek a rossz állapota, másik esetben az energetika, a bölcsőde fejlesztés, most bele kapkodok egyéb forrásokba is, de erről szól az a fajta összefogás, amelynek a helyi önkormányt, az országgyűlési képviselők, a megyei önkormányt, mint a topos program gazdája, vagy a magyar állam, miniszterelnökség pedig, mint a magyar falu program gazdája. Hát ebből az összefogásból azt gondolom, hogy büszkén mondhatom, hogy a választókeretemben mind a 44 település valamilyen szintű forráshoz jutott. Nyírcsahojban egy gépjárművet is beszereztek, amely a településen működő polgárőr egyesületet segíti a jövőben.